Itt van, pontosan, és itt van már a következő vendégünk, Varjú László, a DK országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Engedjen, hogy az eredetileg tervezettel szemben mi is mindenképpen beszéljünk egy picit a hajókatasztrófáról. Van olyan hajós szakember, aki azt mondja, hogy... Van olyan hajós szakember, aki azt mondja, hogy nem jó az a gyakorlat, ami kialakult Budapesten, hogy éjszaka nagyon sok városnézőhajó megy a Dunán. Nyilván ön nem szakember, nem egész politikusként kérdezem a véleményét, hogy ezzel kapcsolatban ön mit gondol? Természetesen az első gondolat az az, hogy részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak, akik elhunytak ebben a balesetben, és biztos vagyok abban, hogy mielőtt a mentés befejeződik, akkor rá lehet térni arra, hogy akkor egyáltalán pontosan mi történt, a vizsgálatok befejeződnek. Ugye a Duna egy olyan hajószakasz, ahol nemzetközi kötelezettségeknek is eleget kell tenni, és éppen ezért törvény szabályozza azt, hogy itt a hajózás, a víziközlekedés hogyan megy, és a víziközlekedési törvény az azt is elmondja, hogy ebben vannak az államnak feladatai, az önkormányzatnak feladatai, és azok az engedélyesek, akik használják, magyarul hajóznak ezen a vizeken. Hogy ez az éjszakai hajózásban, én azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok azok arról szóltak, hogy ebben egy normális működés volt. Az elmúlt években egy jelentős fejlesztés, fejlődés zajlott le. Én bízom benne, hogy inkább az mutatható majd ki a végén, hogy itt valami olyan rendkívüli esemény alakult ki, ami nem akadályozza azt, hogy ezt a budapesti egyedi lehetőséget, amit a Duna nyújt, azt továbbra is lehessen normálisan használni. Ön egyébként mit gondol, nyilvánvalóan több ilyen vizsgálóbizottságnak a munkáját azért látta, legalábbis kívülről politikusként. Mennyi idő lehet az, mire kiderül ilyenkor, hogy emberi hiba okozta, vagy valamilyen rendszer szintű hiba van esetleg a hajózási útvonalakkal, hogy mi okozhatta a balesetet? Idefelé jövet, ahogy jöttem, és az eddig ismert, vagy az eddig hallható hírek alapján ugye a cég saját emberei is úgy mondják, hogy egy kicsit türelmet kérnek, mert ők maguk is várják azokat, és gyűjtik azokat az információkat, amivel, ami alapján lehet. És nem tudjuk például, hogy mi történt azzal a két emberrel, aki a hajó személyzete volt. És hogyha bízunk benne, hogy ők sértetlenül jönnek ki, és talán a legtöbbet tudják arról mindaz, ami történt, és akkor gyorsabban haladunk előre. De természetesen a hatóságoknak az a dolga, hogy mindent pontosan feltárjanak, és az első lépések után úgyis természetesen a felelősséget is meg kell állapítani. Nagyon röviden szeretném egy picit más témáról is kérdezni. Tegnap a Költségvetési Bizottságban a Nemzeti Médiahatóság beszámolóját hallgathatták meg. Természetesen ilyen esetekben, amikor egy ilyen breaking news helyzet van, nagyon jó, hogy van lehetősége, kapacitása, pénzügyi fedezete az MTV-nak annak, hogy folyamatosan tudósítson, nem ez a kérdés. Viszont önök azt mondják, hogy ennek ellenére azért komoly problémák vannak ezzel a beszámolóval is, illetve az MTV a tartalmi működésével. Hát igen, tegnap gyakorlatilag elkezdődött, vagy itt a napokban elkezdődött ugye a parlament normál működése, hiszen itt az következő hetekben erre visszatérünk itt a kampány után, az európai parlamenti választás után. És ennek egyik fontos eleme volt, költségvetési bizottságülése zajlott, ahol az a feladat, hogy az NMHH, a Nemzeti Médiahatóság beszámolóit, és itt most pénzügyi beszámolót hoztak. És ugye az mindenképpen feltűnt benne, hogy a tervezett 80 milliárdhoz képest 97 milliárd forintot költöttek el. Értem, hogy a megbefételt is megkapták hozzá, de a fontos és kiemelt híreken túl láthatóan arra költötték bevallásuk szerint is, hogy a 17 milliárdot további hírek. Talán éppen a választás évében kellett sokkal többet költeni, és kapott erre pénzt az NMHH, de a parlamentben folytatjuk a vitát erről a törvényről. Köszönöm, hogy itt volt, és külön köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni a hajókatasztrófáról is. Köszönöm szépen.